Balról a Bicskelyek, jobb oldalt, fehér felsőben a tordasiak láthatók. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves sportolóinkat. A most következő bő 17 percben összefoglalom, hogy mi történt a Bicskei TC Tordas öregfiúk bajnoki labdarúgó mérkőzésen. A Bicskei TC vezetősége az igények felmérése után úgy döntött, hogy az új idényre új csapatokat indít a Fejér megyei labdarúgó bajnokságokban. Így hát új csapatként indultunk az U14-esekkel, a BTC2-vel és az öreg fiúkkal. A Bicskei TC öreg fiúi hosszú évek kihagyás után most indultak először a Fejér megyei öreg fiúk labdarúgó bajnokságában. Az MLS Fejér megyei labdarúgó szövetsége 4 csoportra osztotta az öregek csapatait, 2-ben 12, 2-ben 13 csapat küzdött. Mi az északi csoport 12 csapatával küzdünk az egészséges életmód fenntartásáért és a minél jobb eredmény elérésért. Mint újonc csapat elég megilletődötten kezdtük az idényt, hiszen már az első meccsünkön idegenben Gyúró otthonában szenvedtünk vereséget a hazajöttő 3-2 arányban. Majd jött a Marton elleni Fiaskó, mínusz 14, vagy más szóval mondhatnám úgyis, hogy közte 14, és most következett a bizakodással teli Tordas elleni nyerhetőnek vélt derbi, hiszen a vendégeknek sem sikerült nagyon jól a kezdet a bajnokságban. Első fordulóban a Dunafüred ellen 2-2, majd Tárnok ellen 2-10, és most a Bicske ellen 2 gólos győzelem. Csapatunk a Bicskei TC 7-től 7-re készült, igen, bő kerettel, 24-25 fővel, és várja a hétvégi mérkőzéseket. Itt már a második perc után, tehát a harmadik perc elején járunk, amikor Farkas Zsolt ellen szabálytalankodnak a védők, és 11-est ítél a mérkőzés játék vezetője Szabó Dániel. Segítői egyébként Dinnyei Norbert és Szabó István, és Rafael oda helyezi a sarokba, a jobb alsó sarokba labdát. Rafael József 42 évével nagyon rutinos játékos, és minden esetben oda teszi magát minden mérkőzésen. Íme maga biztosan lőtte be csapatunk első gólját. Ezt valószínű még egyszer meg fogjuk tekinteni, íme még egyszer, csak most egy kicsit lassabb felvétellel. Tehát Rafael nekifut, és habozás nélkül oda berúgja a jobb alsó sarokba. A kapus mozdulni sem tudott rá, akkor a gól volt. Na kérem, hát ez volt a harmadik perc eseménye, mint már mondottam, és a két csapat összeállítása. A vendégekkel kezdem, Szabadi Péter, Bajer Sándor, Jámbor Tibor, ő a csapatkapitány, Rácz Csaba, Szigeti Csaba, Barátki Lajos, Baranyai István Attila, Nagy Attila, Pál István Zoltán, ő a Velence csapatában is játszik, a Velence 2-ben, még 46 életévében. Klein János, ő is 45 éves már, Varjas Tamás, Feckó András, Pogány Zsolt, Somló József és Májer Otto. A csapat kísérője volt Farkas Őrs. És akkor nézzük Nagy Gyuri lövését, amely mintegy 30 centivel került el a bal alsó sarkot. És jobboldali szögletrúgás, apostagi beívelését, Nagy Gyuri fejelte mellé. A hazaiak, azaz a csapatunk összeállítása kapuban, Határvölgyi Zoltán. További játékosok, Hegedűs Attila, hát ez egy csúnya belemenés volt részünkről, Hegedűs Attila, Varga Gyula, Rafael József, Bóza István, Gombás István, Fábián István, Sabján Péter Zoltán, Apostagi Tamás, Bogdán Rudolf, Németh József, Fehér Dezső, Farkas Zsolt, Kővágó Attila, Ifjú Nagy György, Sándor József Benedek edző és Nagy György technika vezető. És akkor nézzük a vendégek támadását, illetve nézzük most már a mérkőzés összefoglalóját is. Bejön a fejes középre, de védelmünk hárít egyelőre, ideiglenesen, és jön a lövés, amely mellé szállt. Itt még szabaddugáshoz jutottak a tordasiak, de ez a lövés jócskán elkerülte Határvölgyi kapuját. Jobboldali sarokrúgás után ott a labda, már ott a helyzet, gólhelyzet, de a rövid sarkot célozta meg a vendégjátékos, így oda lett a lehetőség. Újabb tordasi támadás, ezúttal bekerül a labda középre, visszakerül Varjas elé, ő pedig a kifutó kapusunk mellett mellé lőtt el, azt itt apostagi bedobása, tovább csúsztatott labda, amely a tordasi kapus élet. Újból a másik oldalon van akció, egy újabb vendégpróbálkozás, hát elég távoli lövés, de Nagy Attila elvállalta. Itt egy szabadrúgás a vendégek javára újból, Határvölgyi kezéből kiesik, és érkezik, bizony, hogy érkezett Rácz Csaba,
aki a 28. percben kiegyenlít, és ezzel egy-egy az eredmény. Íme még egyszer gyorsan elvégzett szabadrugás után határvölgyi kezéből kicsúszik a labda. Határvölgyi Zoli nem figyelt kellőképpen, a védők nincsenek ott, de ott van Rácz Csaba, aki közelről bepasszolja a labdát határvölgyi mellett a Bicskeje kapujába, és ezzel egy-egy, mint már mondottam, a 28. percben járunk. Kérem, így kell örülni egy gólnak, hogy a Rácz Csaba tettet. Nagy Attila íveli át a hosszúra, érkezik Pál István, Rafaelt megelőzve fejet a kapu mellé. Na kérem, ezek után eredményeinkről, az első három forduló mérkőzéseiről. Első fordulóban gyúró vendég szerepeltünk, 3-2-es vereséget szenvedtünk. Ott a gólokat a hazák részéről Schreiber Zoltán 2, Csáki Béla 1-et, részükről pedig Apostagi Tamás és Szarka Szabolcs volt eredményes. Második mérkőzésünket idehaza játszottuk Martonvásár ellen, és itt a fej, és itt az Itzer Pál előtt, de mellé tudta fejállni a 46 éves rutinos vendégjátékos. Itt pedig Apostagi bombája zúgál a jobb felső sarok mellett. Tehát hazai mérkőzésen Martonvásár ellen szenvedtünk, 16-2-es vereséget, két gólunkat Nagy György lőtte, illetve a vendégek részéről Tóth Balázs Károly 8-at rúgott, Kővári Krisztián 5-öt, Ciza László 2-t, Juhász Ferenc 1-et. És jött ez a mostani mérkőzés, amelyen hamarosan megtudjuk, hogy mi lesz a vége, egyelőre nem árulom el. Egy jobboldali támadás, ez már a második játékrész. Nagy Gyuri lövés helyett a paszt választotta, illetve befelecselezett vesztére, mert végül is felszabadítottak a védők. Hát igen, Nagynak lőni kellett volna, ahogy jött a labda, hiszen ő már gólhelyzetben volt. Apostagi, hosszú indítása, Farkas Zsolt egy kicsit rosszul vett át a labdát, ki tudott jönni a kapus, és zsákmánya lett az. Itt pedig egy nagy luft először, majd a vendég játékos sem találja el szerencsénkre, és így kisodródik, de még náluk van a labda, még mindig. És egy jobb lábos lövés, amely centikkel került el kapunkat. Hát bizony most szorongatnak a vendégek, és azt kell mondanom, egy kicsit többet is támadtak nálunk, de azért nekünk is voltak helyzeténk. Most Nagy György teszi be oda középre, de már Apostagi lesen tartózkodott. Farkas ugyan még előtte a labdát, de Apostagit a játékvezető lefújta lesz címén. Egy újabb vendégpróbálkozás. Ez hosszú, de hát lepkézett egyet határvölgyi Zoli, mert bizony meg akarta fogni, de a játékvezető ezek után szögletet ítélt, pedig nem ért vele határvölgyi az ő elmondása szerint. Itt pedig egy kemény lövést láthattunk, egy bravúros védéssel. Valószínű nem látott sokat ebből a lövésből az ellenfél kapu védője, Szabadi Péter. Nézzük csak még egyszer. Íme Varga Gyula átveszi a labdát, és jobban megsuhintotta, egyet pattan, hát de kellemetlenül pattant ez a kapus előtt, ezért sem tudta megfogni. Testéről viszont kipattant a labda alaponan túlra. Egy jobb oldali támadás, egy átemelés oda hosszúra, és ott a gól, de már lesz címén, a játék vezetők lefújták, hiszen a partjelző lengetett, és igen, hát jön a reklamálásért Nagy Attilának a sárga lap az 54. percben. Íme még egyszer lassítva, hogy győződjön meg mindenki arról, hogy lesen tartózkodott ott bent az, aki kapja. Íme jön a vadás Nagy Attila részéről. Ott végig előrébb volt az ellenfél játékosa. Igen, Rafael Jóske és német Jóske is mutatja, hogy bizony Spori igaza van. Lengetnek kezükkel a partjelző felé. Bóza egyből tette a labdát tovább, Sebján még tovább Farkasnak, Farkas pedig lőtt kapura, de túlerő győzött ellene. Itt pedig egy nagy ütközés, de szerencsére nem sérült meg senki. Jön a szabaddugás beközépre, ott a fejes, ebből sem lett Bicskei gól. És egy nagy bomba levágódik a védőkről, és jöhetnek a vendégek, nem sokáig, mert Apostagi taktikai faultat alkalmazott ellenfél játékosával. Ahíj, de csúnya!
jelenet, a kapus kijött 20-25 méterre, és ha jól látom, saját játékosával ütközött, mert Farkas Zsolt épp bent és egészségben állt fel azonnal. Na kérem, szabad ugrás, tehát javunkra, és ott van Apostagi lövése, de pont oda a kapus ölébe rúgta Tamás a labdát. Jönnek a tordasiak jobb oldalon. Pál tette a labdát tovább Nagy Attila irányába. Gombás, ne bánts, mondják a társak. Megint érkezett Rácz Csaba, aki közelről bepasszolt a labdát, és ezzel a Rácz találattal már meg is fordították az eredményt, hiszen 2-1-re vezetnek a 61. percben a vendégek, a vendég tordasi csapat. Megint itt Kővári passzolná be középre, de nem jó a passza. Sőt, itt két ember között meg tudják játszani Pál Istvánt, aki némi nehézségek árán átvette a labdát, egyből teszi tovább a labdát Nagy Attilának. Nagy Attila egyik Bicske játékos mondja, hogy ne bántsátok Nagy Attilát. Hát bizony helyzeti pozícióban volt védünk, bizony be kellett volna állni oda Nagy elé, és abból nincs semmi bántás, de legalább megakadáztuk volna a gólt. És itt jön a Bicskelyek támadása, Sebján teszi be egyből közébe, és itt az ittszer, de nincs kihasználva Farkas részéről, mert nem találja el a labdát. Lukat rugott gólhelyzetben, mintegy 3-2,5-3 méterre volt az ellenfél kapujától. Igaz, szorongatott helyzetben volt Zsolti, de nem tudta bevenni az ellenfél kapuját. Itt még egyszer Fábián teszi be középre Farkasnak a labdát, Farkas jól cselez, jól tartja magánál a lasztit, nem tudják szerelni, de kikerül a labda a balra, Sebjánnak, Sebján jobbal teszi be egyből, és ott nem találja el játékosunk Klein János mellett, nem talált el a labdát. Farkas Zsolt pedig ordító nagy gólszerzési lehetőség volt. És akkor jön az újabb Bicskei támadás, ott van Farkas előtt, és megelőzi védőket Farkas Zsolt, és beveszi a tordasiak kapuját. Ezzel 2-2 az eredmény a 65. percben. Na hát, itt kellett volna lefújni a mérkőzés végét, mondták ott többen, hogy bíróspori vége a 2x40 percnek, de mint látjuk, még van idő bőven, hiszen 2x40-et játszanak az öregek bajnokságában a csapatok, és a 65. percben ezzel a találattal kiegyenlítettünk. Ebben a fordulóban Komárom Sorskutot 2-0 arányba győzte le, Buda Jenő Tárod 0-9, Bicske Tordas 2-4, Martonvásár Gyúró 7-0, Perbál Viaduk Biatorvágy 1-3. Na kérem, és akkor itt még 2-2-nél fejeztem be összefoglalómat, de most tovább folytatom, hiszen itt egy újabb les volt, de tovább ment a játék. Végül is lefújták, így van, les címét. Egy jobb oldali támadás újból, Nagy Attila jeleskedik be, de Határvölgyi most remekül jött ki kapujából, és csípte el a baldást. Rácz Csaba teszi be középre, és nagy szerencsénk van, hogy két vendégjátékos zavarta egymást. Pedig ott a szembeérkezőnek bizony nagyon jó lett volna az a laszti, amennyiben a játékos társa nincs ott, és ő sem akar gólt szerezni, mert bizony mind a ketten gólt akartak szerezni, és ebből az eredmény nulla lett. Pál István iramodott meg egy hosszú labdára, Gombáson túlverekszi magát, és teszi be a labdát középre, és ott még egy labdaigazítás Baranyai István Attila részéről, és a 70. percben megvan a vendégek vezető gólja. Hát bizony Gombás István mellett jött el Pál, nézzük csak még egyszer. Gombás támad ki Pál Istvánra. Igaz, nem volt szerencséje Istvánnak, íme itt van, tehát jó a belépője, annyira mégsem jó, hogy tudná szerelni Pál István. Pál elmegy, és Németh mellett bead, beteszi a labdát. Ott nem tudunk szerelni, Kővágó mellett és Határvölgyi mellett Baranyai István bevágta csapata harmadik találatát, és ezzel 3-2-re vezetnek a 70. percben a tordasiak.
Három forduló után a megyei góllövő listát Ducsei Donátának játékosa vezeti 10 találattal, második helyen Tóth Balázs Károly Martonvásár játékosa 9-e, Cipa László Martonvásár játékosa 6 gólos, Kővári Krisztián Martonvásár játékosa szintén 6 gólos, Gracion Ion Tárnok játékosa 4, Varga Dani 4, ő is a Biatorbágy játékosa, Bors Attila és Fekete Zsolt Zsámbék játékosainak 3 gólja van. A tabellát három fordul után a Tárnok csapata vezeti 100%-os teljesítménye, hiszen Marton ellen 2-1-re nyertek, Tordos ellen 10-2-re, Budaján ellen 9-0-ra. Második helyen az a Martonvásár áll, aki bennünket nagy gólarányon legyőzött. A Gyuró csapatát 7-0 arányban gyűrték le, Tárnok ellen pedig 1-2-es eredményt értek el. Harmadik helyen Zsámbék, Zsámbéknak 2 meccs, 2 győzelme van, Viadukt ellen 5-3, Soskut ellen 3-0, ő is 6 pontos. Negyedik helyen a Viadukt Biatorbágy csapatát, 5. helyen a Komárom, 6. helyen a Perbár, 7. helyen a Tordas, 8. helyen a Soskut, 9. helyen a Gyuró, 10. helyen a Dunafüred, 11. helyen Budajenő és 12. helyen a tabellát zárja a Bicske csapata. Na és itt van az összefoglaló utolsó gólja, amelyet a 74. percben Pál István Zoltán szerzett, és ezzel Pál beállította a 4-2-es végeredményt. Na de az, hogy hogyan volt a mérkőzés utolsó gólja, azt most megnézhetjük újból. Nézzük, Bicskei kirúgás, Németh József végezte, Sebján tovább csúsztatta fejjel pont oda a vendégjátékos elő, aki Nagy Attilához passzolja a labdát. Nagy Attila felnéz, átíveri a hosszúra, Pál István megy rá, és nehéz szögből kilövi ballal a hosszú sarkot. A vendégek rutinos 46 éves játékosa nagyon szép gólt ő a hosszú sarokba Fábián István mellett. Hát bizony, ami szép, az szép. Végül is gól lett ebből a támadásból, itt még Nagy veszélyeztető kapott egy szabadrugás kiharcolt. Egyébként Nagy Gyuri vezeti a házi gólőrist, tehát 2 találattal, Apostagi Tamásnak 1. Hát ez egy szép kombináció volt, hiszen Bóza legolította Nagynak, csak kicsit mögé ment Nagy Gyurinak, ő pedig még befejezte ezt a lövést, illetve támadást lövéssel, amely mellé ment, tehát Apostagi Tamásnak 1 gólja van, Farkas Zsoltnak 1, Rafael Józsefnek 1 és Szarka Szabolcsnak van 1-1 lőtt gólja. Na kérem, ennyi volt mára a Bicske Tordas öreg fiúk bajnoki mérkőzésről adott tudósításom. Remélem, jól szórakoztak, további szép napot kívánok valamennyiüknek.